Azt mondod, az élet felnőttként fai nap, de jó volt. Naivan elfogadni, ami van, azt mondod, hogy sosem elég a jobbból, de mégis jóval többet beszélsz a rosszról. Éppen a hetekbe töltöttem a honlapomat, és akkor néztem a klipjeimet. Az biztos, hogy tizenvalahány már van. Alakulgat, és ami érdekes, hogy ugyanezen a helyszínen, ahol most a Felébredni máshol forog, 3 éve forgott a Mizu. Nemrégiben az egyik telefonos cég úgy döntött, hogy szeretne engem megkérni arra, hogy csináljunk valamit közösen, és ez látható lesz a klip képi világában, és ugyanis emlékeztetni fog egy bizonyos reklámra, ami mondjuk már lehet, hogy tévében látható is. Az a durva, hogy mi igazából nem jelenítünk meg semmit ebben a videóklipben, szóval nincs termék megjelenítés, úgyhogy ilyen szempontból meg nem ilyen jó fejek, hogy még bele se kellett raknom egy SIM-kártyát, vagy egy telefont, vagy bármit, hanem megcsináltuk ebbe a színvilágba a klipet. Nem szeretem az erőltetett termék megjelenítést, úgyhogy mindig igyekszem elkerülni. Nem is vállalom el, de nem is kérték, úgyhogy király. Úton, sínekem, vízeken, égen, új impulzus kell, hogy többé váljak, hogy itt felejthessem a problémákat. Leültünk és átbeszéltük, hogy mit jelent ez a dal, mit akarok most megmutatni, mit képviselek mostanában, mert azért valamennyire szerintem rám nézésre is látható, hogy az elmúlt 3 év azért sok élménnyel telt, és sok mindenért, és nagyon sokat változtam időközben. Mélyebbek és tartalmasabbak most az új dalok, és nagyon jók a visszajelzések. Az a szemét és önző dolog bennem, hogy nem tudok megrendelésre dolgozni, szóval engem nagyon sokat cseszegettek, hogy csinálj olyat, mint régen, de nem voltam olyan feelingben, akkor nem tudtam olyat csinálni, mint régen. Most meg nem tudnék olyat csinálni, mint a Mizu, ha arra kérnének. Úgyhogy sajnos így nem hallgatok ilyen szinten az emberekre. Nyilván ez nem az a pálya, ahol óriási nézettségeket és hatalmasat lehet gurítani, mint mondjuk egy Mizuval, de ezt el is engedtem. Nekem volt egy évem, egy elég masszív évem, amikor azon voltam, hogy na azért meg kell mutatni, és akkor lett a Halenda, ami majdnem annyi lett, itt a like, stb. Ott azért úgy pörgettem, ez meg akkor frusztrált, hogy mit gondolnak, hogy akkor mit kéne csinálnom, mit fognak szólni hozzá, és nekem erről szólt konkrétan az elmúlt másfél évem, hogy ezeket elengedjem, és levetkőzzem, és ne érdekelj, hogy ki mit szól, én ezt csinálom, ez vagyok, ez a véleményem, és ezt vállalom. Kicsit már más, hogy tekintek magamra, utálom az ilyeneket, hogy felnőttem meg ilyesmi, mert sose fogok, de sokat tanultam, inkább azt mondom, nagyon sokat tapasztaltam, és igazából arra jutottam, hogy ez az az út, ami az enyém, és ezt tetszik a legjobban, és talán most befejeződött egy ilyen útkeresés, és most már tudom, hogy ki vagyok én. Hi, this is Jared from 30 Seconds to Mars. Nézzétek! A neon.hu. A neon.hu. Csok.